Sziasztok, szép jó napot kívánok! Üdvözlünk mindenkit a mai sajtótájékoztatókon, amelynek az a címe, hogy a magyar kormány elveszi a magyar munkavállalóktól a munkájukat. Lássuk a tényeket! Ma Magyarországon kivándorlási válság van. 600 ezer ember hagyta el a hazánkat, és további 500 000 ember tervezi, hogy elmegy hazánkból. Ennek a fele 30 év alatti. És mondani sem kell, hogy nemzetgazdasági szempontból ez milyen súlyos problémákat okoz. Az Orbán kormány már 2017-ben több 100 millió forintot költött el arra, hogy Ukrajnában toborozzon munkásokat. Nem kárpátaljai önmagyarokat, olyan ukrán munkásokat, akiknek semmilyen kötődésük nincsen Magyarországhoz, és nem beszélik a nyelvet. Ez egy nagyon álságos politika, mert miközben egyébként migránsok ellen, meg mindenki ellen uszítanak, ők maguk azok, akik gazdasági bevándorlókat hoznak ebbe az országba. Az MSZP párbeszéd kampánybusza az elmúlt időszakban több 10 000 kilométert tett meg ebben az országban, és nem volt olyan település, nem volt olyan város, ahol ne panaszkodtak volna arra, hogy a Fidesz kormány által ideimportált vendégmunkások hogyan nyomják le az ottani béreket. Heves megyében például indiaiakkal, nagyon sok helyen egyébként, multicégeknél főleg egyébként, illetve még mongol vendégmunkásokat is hoznak. A kormány ahelyett, hogy elüldözné hazánkból a munkaerőt, elüldözné a fiatalokat az intézkedéseivel, itt kellene őket tartani, és nem pedig elküldeni a fiatalokat, és akkor nem kéne Európai Unión kívüli országból idehozni vendégmunkásokat. Az elmúlt években több 10 000-rel nőtt a külföldi munkavállalóknak az aránya Magyarországon, nem Európai Uniós országokból érkezők, hanem Ukrajnából, Indiából, Mongóliából, ahogy egyébként korábban is ezt említettem. Arra szeretnénk kérni meg a kormányt, hogy pontosan mondja meg, hogy mennyi pénzt költöttek el a vendégmunkásoknak az idehozatalára. Ezen cégek, akik ide közvetítették a vendégmunkásokat, hogy lenyomják a Magyarországon élő magyar embereknek a bérét, köthetők-e bármilyen fideszes politikushoz, mennyi pénzt kapnak ezért, továbbá követeljük azt is, hogy pontosan mondják meg, hogy hány darab vendégmunkás dolgozik ma itt az országban, azokat, akik egyébként ők hoztak ide, miközben elüldözték Magyarországról magyar embereket. A MSZP párbeszédnek a javaslata roppant egyszerű. Európai minimálbért követelünk, európai munkatörvénykönyvet követelünk, és európai munkaerőközpontot követelünk. Ezek azok az intézkedések, amelyek meg tudják azt oldani, hogy mindenki a saját hazájában boldogulhasson, mindenki a saját hazájában dolgozhasson, és ott tudjon élni a családjával együtt. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, sziasztok! Valóban azt látjuk, hogy a Fidesz egy hazug, szélsőjobboldali államkapitalista rezsimet épít, ami arra alapul, hogy lenyomja a magyar dolgozók bérét, import munkásokkal, vendégmunkásokkal, és kiszolgáltatottá teszi őket a munkahelyeken. Erre is emlékezünk ma a munkahelyi balesetek napján, hiszen 75 magyar dolgozó halt meg tavaly munkahelyi balesetben, és több mint 24 ezeren szereztek különböző sérüléseket. Teljesen kiszolgáltatottak a magyar dolgozók, méltánytalanul alacsonyak a béreik, és ez az egész nem a véletlen műve, hanem ez a Fidesz politikájának a nagyon is tudatosan vállalt következménye. De ez ellen már alakul egy széles társadalmi koalíció. A dolgozók, az őket képviselő szakszervezetek, az ellenzéki pártok és azon belül is a Piros-Zöld Szövetség, az MSZP és a Párbeszéd Szövetsége az elmúlt hónapokban nagyon nyilvánvalóvá tette, hogy nem tűrjük tovább ennek a modellnek a kiépítését. És ennek keretében ezt a társadalmi koalíciót szélesítve fordulunk most azokhoz a nagyvállalati vezetőkhöz, akik a kormánnyal aláírtak egy stratégiai partnerségi megállapodást. Az elmúlt 6 évben 81 ilyen megállapodás született, most ettől a 81 cégvezetőtől kérjük azt, ha tetszik, követeljük azt, hogy ne csak a magyar kormánnyal, hanem a magyar társadalommal is kössenek egy szerződést. Kössenünk egy olyan vállalati felelősségvállalási kartát,
amelyben vállalják azt, hogy tisztességes béreket, biztonságos munkakörülményeket adnak a magyar munkavállalóknak, teljesítik azokat az elvárásokat, amiket az Európai Unió is megfogalmazott a szociális pillérben, azokat az elvárásokat, amelyek a dolgozók biztonságára, méltóságára, megfelelő bérezésére, megfelelő munkahelyi érdekképviseletére, a döntésekbe való bevonásukra vonatkoznak, azokat a követeléseket, amelyeket az MSZP és a Párbeszéd a kampányában is közvetít, és amelyek között, ahogy Vihar Dávid is említette, talán a legfontosabb az európai minimálbér, az európai munkanélküliségé, vagy akár az európai szociális pótlék és egyéb szociális juttatások. Tehát ennek a 81 cégvezetőnek elküldjük ezt a levelet, amelyben nem csak az emberbaráti szeretetükre appellálunk, hanem elmondjuk azt, hogy ha sikeres cégeket akarnak vinni itt Európa közepén, akkor nem támaszkodhatnak a munkavállalók kiszolgáltatottságára, kizsákmányolására, hanem hosszú távon be kell fektetniük nekik is az emberbe, meg kell fizetniük az árát annak a társadalmi infrastruktúrának, amelyet használnak, és meg kell fizetni az árát annak a környezeti infrastruktúrának, amelyet használnak. Az elmúlt években a Fidesz kormány halálra kényeztette a nagyvállalatokat. Az adócsökkentések a nagyvállalatok érdekét szolgálták, az egyedi támogatások kétszer akkora mennyiségben, mint a korábbi kormányok alatt szintén a nagyvállalati érdekeket szolgálták, az uniós támogatások ehhez a körhez folynak be, és úgy gondoljuk, hogy mindezeknek a könnyítéseknek az árát egyértelmű, hogy a többi társadalmi csoport, a magyar dolgozók, a magyar társadalom egésze fizette meg. Ezek a nagyvállalatok adósai a magyar társadalomnak, és ezt az adósságot kell most törleszteniük, de ez az önérdekük is, mert azt az öngyilkos kapitalizmust, amelyet itt kiviteleznek, nem lehet tovább folytatni. Miközben a kormány gazdasági sikerekről beszél, miközben azt mondják, hogy a gazdasági növekedés 5%-os, hogy ez csodálatos életet teremt mindannyiunk számára, csak két számot mondok. Tegnap egy áprilisi napon 30 fok volt, ma kissé didergünk, és ezen a télen is közel 200 ember fagyott meg az otthonában. Társadalmi és környezeti csődhöz vezet ez az öngyilkos kapitalizmus, ez a szélsőjobboldali államkapitalista politika, és ez ellen küzd az MSZP Párbeszéd Szövetség minden eszközzel, és megpróbáljuk ebben a harcban a magunk oldalára állítani a felelős vállalati vezetőket is. Ezért ezt a levelet, amit most mindjárt kiosztok itt a sajtóképviselőinek, holnap postázzuk nekik, és kíváncsian várunk a válaszukra, mert nem csak a kormány felé, hanem a cégvezetők felé is elég komoly, határozott elvárásaink vannak.